Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézői történelmi pillanat következik a műsor életében, mert én azt gondolom, hogy játékvezetővel, sőt játékvezetőkkel még sosem beszélgettünk az extrában. Sós Bazsival már igen, de ugye azért csak mondjuk ezzel a területtel foglalkozik. Most viszont a kis Olivér Bíró Ádám játékvezető páros a vendégünk. Sziasztok, köszi, hogy beszélgettek velünk. Sziasztok, üdvözlök. Sziasztok, köszönjük a meghívást. Na, hát nem is tudom, hogy hol kezdjük, annyi irányból elindulhatnánk. Mondjátok már egy két mondattal, hogy lettetek bírók. Csak ennyit, mielőtt még belemennénk, hogy ez ilyen gyerekkori álom megvalósulása, vagy így alakult, mondjuk legyen, akkor ez egy ilyen bemelegítő kérdés. A gyerekkori álomnak nem nevezném. Legyünk őszinték, azért nem úgy növünk fel, vagy a gyerekek nem úgy nőnek fel, hogy játékvezetők szeretnének lenni. Én az aktív pályafutásom mellett terveztem annak idején gyerekkori barátommal, hogy mi lenne, hogyha elvégeznénk a kurzust, és 2007-ben vizsgáztam le Csongrád megyében. Az a gyerekkori barát Ádám? Nem. Nem, az egy nagyon, nagyon hosszú sztória. Nem, de nekem is hasonló volt. Ugye kézilabdáztam, volt egy keresztalak szakadásom, és azután lehet így átgondoltam a történetet, és akkor pont a gyúrunk felvetette, hogy indul Hajdú-Biharba egy ilyen képzés. Nekem meg megtetszett az ötlet, elvégeztem, levizsgáztam, utána meg, ahogy kaptam a mérkőzéseket, egyre jobban megtetszett, aztán folytattam, és ez lett belőle. Érdekes, Attilától sose hallottam, hogy bíró akartál volna lenni. Nem jutottunk el arra a szintre, ahova ő, szóval nekünk ez maradt. Tehát egyébként ez egy jó kérdés, mert ugye általában akinek hosszú a pályafutása játékosként, az pont lemarad arról már, hogy a játékvezetőként magas szintre jusson, mert ezt majd meg is akarom tőletek kérdezni, hogy ideálisan hány éves korba kell elkezdeni játékvezetni, hogy még egy jó pályafutás kijöjjön belőle, és ne minősítsenek öregnek benneteket, mert ha jól tudom, most azért a korhatár az eléggé lent van, hogy meddig lehet vezetni. Nézőpont kérdése, hogy mi számít lentnek, ez 50 év itthon is, illetve nemzetközi szinten is az a határ. Én 20 éves voltam, amikor levizsgáztam. Most a mai fiatalok 20 évesen már MB2 és MB1B-s mérkőzéseket vezetnek, úgyhogy a 10 éves fiatalok már 16 éves kortól simán el tudják végezni a játékvezetői képzést. Igen, illetve van egy ilyen 30-35 éves korhatár, amiben be lehet kerülni a nemzetközi keretekbe, a fölött már nem nagyon. Tehát ahhoz, hogy nemzetközi keretbe kerüljön, mondjuk 30 évesen, ahhoz már kell azért legalább egy 10 éves gyakorlat, nem már magyar szinten? Igen. Tulajdonképpen igen. Ti most hány évesek vagytok? Ti hány évesek vagytok? Én április végén töltöm a 20-on, de szép lenne. 36-ot. Meg 33 leszek júniusban. Na hát akkor legjobb korban vagytok ebből. És mióta vagytok nemzetközi? Igen? Mi nagyon jó korban vagyunk ebből a szempontból, igen, jól mondod. Tök jó. Na, jelen pillanatban, hogy azt nyugodtan mondhatjuk, nem, hogy ti vagytok az első számú magyar játékvezető páros. Tehát ez így nem álszerény, meg ez egy tény megállapítás, ugye? Papíron. Nem szoktunk ilyet mondani, hogy első számú páros vagyunk. Ha külföldön vagyunk és kérdezik, akkor sem mondunk ilyet, mert mi csináljuk a dolgunkat, megyünk, ahova kell. Nem hinném, hogy ezt rangsorolni kellene. Jó, oké, de nincsen egyébként hivatalosan ilyen, hogy ranglistája a játékvezetőknek? Magyarországon vagy nemzetközi szinten kérdezik? Magyarországon vagy nemzetközi, mindegy. Ezt a Sós Balázs kérdez majd, meg ő fog tudni erre választ adni. De akkor ez egy titkos ranglista ezek szerint. Vagy titkos, vagy nem titkos, azt nem tudtam. Ti nem ismeritek.
Nem láttuk. Nem. Na jó, de ott voltatok a legutóbbi világbajnokságon, ugye nemzetközi porondon BL meccset vezettek, ugye a közelmúltban közvetítettük is. Ez azt jelenti, hogy akkor jó széllel vitorláztok. Melyik volt az első felnőtt komoly nemzetközi, most mondjuk Európa Kupa vagy világverseny, ami részt vettetek, és egyáltalán hogy indult be így a karrier? Mi emlékeztek, hogy ez hány évvel ezelőttre datálódik? 2017 nyarán vizsgáztunk be az EHF-be, és Ádám fogja tudni jobban megmondani az időpontokat, de az első ilyen megmérettetésünk az U18-as fiú Európa-bajnokság volt Horvátországban, 2018-ban? Ja, igen, tudom. Első szezon után. Első szezon után, utána 2019-ben bevizsgáztunk az IHF-be, és már abban az évben az U19-es fiú világbajnokságon is, illetve világbajnokságra meghívást kaptunk. És onnantól kezdve igazából nem panaszkodunk, mert azóta voltunk már egy férfi felnőtt Európa bajnokságon, egy férfi felnőtt világbajnokságon. Egyre jobb mérkőzéseket kapunk, úgyhogy csináljuk. Én azt szeretném megkérdezni tőletek, mert ez azért a külső szemlélő számára, még annak is, aki azért benne van a kézilabdában, egy kicsit ilyen misztérium, hogy a játékvezetőknek az előmenetele, meg a jelölése, hogyan zajlik. Már eleve a nemzetközi mérkőzésekre, meg a világversenyekre, hogy nektek van valami olyan rendszeres visszajelzés az EHF-től, vagy az IHF-től, hogy fiúk, ez tetszett, amit csináltatok, számíthattok rá, vagy ez nem tetszett, most egy kicsit félreteszünk benneteket, vagy tényleg ültök otthon, és magatok gondoljátok, hogy most jók voltunk, hát ha akkor legközelebb telefonálnak, vagy küldenek egy e-mailt, hogy benn vagyunk, vagy a Magyar Szövetségnek egyáltalán van valami ráhatása arra, hogy a magyar játékvezetőket hogy szerepeltessék. Szerintem nagyon nincs, mert nem sok magyar játékvezető láttunk ugye a világbajnokságokon az elmúlt időszakban, de tudtok erről valami olyan információt adni, ami megvilágítja ezt, hogy működik? A Balázs, Sós Balázs nagyon nagy segítségre van nekünk, ő van kapcsolatban nagyon sokat az EHF-fel, és leginkább az IHF-fel, szóval mi már azért a világbajnokság előtt tudtuk, sejtettük, hogy valószínű delegálva leszünk oda, illetve a visszajelzéseket a Per Morten Sødal, ő az IHF-nél a főnök a játékvezetőknél, ővel például telefonos kapcsolatban vagyunk, gondolom nem csak mi, hanem más IHF-es páros is, és hogyha van egy gyengébben sikerült mérkőzés, akkor simán fölhív, vagy küld nekünk üzenetet, hogy na srácok, figyeljetek, beszéljünk át pár dolgot. Ugyanúgy ők ketten, a Balázs és a Per Morten kapcsolatban állnak egymással, és hogyha van, ami tetszik, vagy esetleg nem tetszik, akkor a Balázs azt közvetíti nekünk. És az EHF-nél? Az EHF-nél minden meccsen van egy delegát, ugye, aki ott ül a padnál. Ott egy kicsit faramúci a történet, mert ugye néznie kell a két padot, foglalkozni az edzőkkel, játékosokkal, cserékkel, mindennel, és közben még a mi munkákat is figyeli. Tehát a mérkőzés végén ő is ad egy értékelést, van egy önértékelés, ő is csinál egy értékelést, és akkor mérkőzés után megbeszéljük az adott érdekes szituációkat, meg a mérkőzést összességében, és ezeket az értékeléseket feltölti az EHF platformjára, és akkor ott mindenki láthatja, aki olyan illetőségű. De ezt hogy kell elképzelni? Mit jelent a mérkőzés után? Másnap vagy rögtön? Nem, a meccs után? Közvetlen meccs után. Rögtön a meccs után bementek egy szobába, hárman, egy kis számítógéppel, és visszanézitek a kritikus jeleneteket. Jó esetben számítógéppel, tehát már jártunk úgy, hogy számítógéppel. Az rossz a jó esetben? Eset, rossz esetben csak emlékezetből ne. Ott volt a 27. Igen, ez a baj. Igen, tehát pont ugye a Kielce Barca után volt egy zsűrink, aki 2-3 mondattal le tudta zárni a mérkőzést, és a pontozásba a kritikát, amit megfogalmazott, az volt, hogy volt egy-egy lépés a
mindkét oldalon, amit nem ítéltünk meg, meg volt egy-egy-kettő perc, amit nem ítéltünk meg. Tehát valamikor ilyen értékelésünk van, valamikor meg teljesen korrekt, előrehaladó, segítő szándékú, meg amiből tudunk profitálni. Tehát nyilván ez versenybíró kérdése. De oké, ez idáig érthető, de mi történik utána? Tehát ezek a jelentések bemennek valamilyen bizottság elé, vagy mondtad, megnézi az, akinek van hozzá joga, és akkor mi történik? Mert mondjuk bejön mindenhonnan jó fejek az ellenőrök, és minden bíró marha jó volt egy adott fordulóban, akkor utána hogy néz ki az, hogy mitől lesz az, hogy a Horácsek Novotny megint vezet még 5 baromi jó meccset, ti meg mondjuk vártok a következő jó meccsre egy fél éve? Ez egy jó kérdés igazából. Tényleg bemegy az EHF irodába az értékelés. Ott is biztos, hogy van egy erős sorrend a játékvezetők között, és szerintem fújhat, kisebb nevű játékvezetők fújhatnak nagyon jól, akkor is a nagy nevű párosok fognak menni a jó meccsekre és a top meccsekre igazából. Na jó, akkor menjünk a meccsek elé most, meg a világbajnokságok, vagy a világversenyek elé. Ugye azt halljuk, hogy szoktak lenni ilyen tendenciák játékvezetői felfogás kérdésében, amire instruál titeket állítólag, de ezt mondja, elmondjátok az adott szervezet, EHF, IHF. Ezt hogy kell elképzelni, hogy van egy meeting az EBVB előtt, és ott azt mondják, hogy srácok, most nagyon vigyázunk a szélsőkre, meg fejlövés, meg belemenés, szóval, hogy van egy ilyen fejtágító világversenyeket, hogy mi az aktuális szélirány? Igazából a világbajnokság előtt 2 napot csak is kizárólag ilyen fejtágítással töltöttünk reggel 7-től este 8-ig kisebb megszakításokkal, úgyhogy mondhatjuk nagyon sűrűnek azt az időszakot. Kiadott az IHF egy guidelines-t már a világbajnokság előtt, úgyhogy azt ismertük, és utána, amikor személyesen találkoztunk, akkor pontról pontra végigmentünk, hogy na fiúk, akkor mikre kell figyelni. Meg illetve előtte össze volt 6 online meetingünk, ahol szintén ilyen másfél-két órás előadások voltak. És akkor úgy mentünk a VB-re, hogy azt egyszer már megkaptuk, ott 2 nap alatt még egyszer átvettük. És az, hogy egy világverseny előtt mire kell figyelni, az kidönti el tulajdonképpen? Hát a játékvezetői bizottság. Az IHF-nek a játékvezetői bizottsága, most meg nem mondom hány tagból áll, ők állítják össze ezt. Ezek mind volt játékvezetők? Nagyjából? Nagy részt, igen. Nagyjából, igen. Az EHF-nél meg a Dragan Nacseszki, akit 2 napig hallgatunk az EP előtt. Az EHF-nél legalább vannak váltások, tehát ott nem egy ember tolja végig, hanem 5-6 ember. A Dragan az EHF-nél a játékvezetői bizottság elnöke. Hát, gyakorlatilag ő úgy van a sportágban kezelve, mint úristen a totum factum, ugye legalábbis a játékvezető között. Milyen figura ő? Meséljetek már róla egy kicsit, emlékszünk rá játékvezetőként. De várjál, mert szeretnének még vezetni azért. Jó, hát úgy. Ő egy nagyon érdekes, pali igazából. Nagyon szigorú, nagyon starkos, összességében tud jó fej is lenni, de ha neki van egy elképzelés, akkor annak úgy kell lennie, és nincs appelláta. Értem. Na jó, nézzünk izgalmas kérdéseket. Vesztetek-e már össze meccs közben, meccs után valamit, amit máshogy láttatok, tudjátok, hogy az másik tévedett, stb. Tehát vannak-e kritikus helyzetek? Voltak-e már? Összeveszni szerintem nem vesztük. Olyan már volt meccs közben, hogy mit fújtál te, és akkor ő meg, vagy én meg így néztünk, vagy láttunk, és akkor igen, konstatáltuk, hogy ezt sikerült elrontani, de olyan, hogy veszekedjünk, olyan még nem volt szerintem. És utána ti utána ti leültök, és megbeszéltek, hogy te, hát ott ne odálljál, mert nem úgy kellett volna, vagy ti értékelitek saját magatokat? Persze, fél időben is már átbeszéljük az érdekesebb szituációkat, meg meccs után is.
Ha meg hazai bajnokin vagyunk, akkor pedig a kocsiba tudunk még róla beszélni, hogyha szükséges. De összeveszni az nagyon távol áll tőlünk, úgyhogy ez nem is lesz a jövőbe valószínű. Ha igen, az nagyon nagy baj. És egyébként ugye sokszor elhangzik a közvetítésekbe is, tőlem is néha, hogy bizonyos játékosokra külön figyelnek a játékvezetők, hogy főleg a beállók, vagy olyan, aki szeret sokat lépni, vagy ilyesmi. Ez valóban így van, hogy mentek egy nem tudom milyen mérkőzésre, és akkor tudjátok azt, no, hát ott van egy olyan beálló, aki iszonyú szabálytalan állandóan, próbáljunk egy kicsit rendbe tartani a fiút, vagy úgy mentek a meccsre, hogy semlegesen, amit láttok ott a helyszínen, azt próbáljátok fújni. Nyilván most már elengedhetetlen az, hogy hazai meccsen vagy nemzetközi meccsen is ne készüljünk fel a játékosokból, csapatokból, tehát igen, videózunk, és igen, amit te is mondasz, hogy főleg a beállók körül vannak érdekesebb dolgok. Természetesen semlegesen megyünk a mérkőzésre, de azért bennem ott kál a fejünkbe, hogy XY-ra azért jobban oda kell figyelni, mert akár védekezésbe, akár támadásba körülötte adódhatnak gondok, problémák. Ha úgy ítéljük meg, akkor pedig büntetünk, stb. Rengeteg kritikus helyzet van, annyi kérdésem lenne. Oké, nézzünk egyet. Emlékszem annak idején, mikor még Pásztor Pista még nálunk szakkommentátorkodott, mutatott egyszer nekem egy EHF által adott instrukciót a belülvédekezésre, ami teljesen egyértelműen rajzok voltak, hogy ha csak rálóg a védő lába a vonalra, az nem számít belül, legalább erre instruálják a bírókat, hanem hogyha csak szinte az egész láb bent van. Az legyen a belülvédekezés. És ez tényleg egy ilyen hivatalos anyag volt. Ehhez képest mi rendszeresen azt látjuk, hogy ha már hozzáér a védő lába, azt általában lefújják a játékvezetők. Most akkor most mondjátok el, Léci, ez hogy van? Mitől? Ha már hozzáér a vonalhoz belülvédekezés, vagy mi itt az irányadó? Hát hivatalosan az, amit mondasz. Tehát az a belülvédekezés, az egyik lába teljesen belül van. Tehát ha mindkét lába a vonalon áll, és a sarka belül, az nem belülvédekezés. De mivel a játékvezető, aki megítéli, általában mögötte van, körülbelül esélye nincs látni, hogy a láb feje eleje hol van. Tehát, hogy most csípi a vonalat, vagy nem. Amúgy meg viszonylag, tehát elég gyorsan közeledik a támadó felé, tehát körülbelül a másodperc tölt része van eldöntenünk, hogy most hol volt előtte a lába. Tehát nyilván, mivel egy pillanatnyi képet kapsz, ezért általában, ha a sarkánál több belül van, általában nyilván hetes fújsz, mert úgy érzékeled, hogy belül van. És sokszor a játékvezetők már az ütközés pillanata után lévő helyzetet ítélik meg, tehát hogy rajta van a védő lába a hatoson, de ők már csak azt érzékelik, hogy belül van mind a két játékos, és automatikusan ez egy 7 méteres ítélet. A másik ilyen dolog, amiben iszonyú nagy a kavalkád szerintem, az a belemenések megítélése a 1-es-2-es közötti területen, amikor a szélső beugrik a 2-es, tehát az átlövő elé. És ugye ezt általában azt szoktuk mondani, hogy akkor fújják be 7-esre, ha belülről ugrik eleve el a szélső, vagy belül zár össze, de amennyire én tudom, egyébként oldalról nem ugorhatna elé, kívül se, meg belül se, hiszen ugye akkor az átlövő játékos már megy a kapu felé tisztán, és ha oldalról megtorpedózod, az nem hiszem, hogy belemennés, de ezért ezt hol így, hol úgy fújják. Ebben mi az álláspont hivatalosan? Bocsánat, ezt még hagyj egészítsen ki, ne haragudj, csak még ugyanez, amikor a átlövő kiadja szélre a labdát, és utána ütközik a játékossal, de már nincs a kezében a labda, ezt is. Hol belemenés, hol nem belemenés. Erre mi a policy például? Először is a játékvezetőknek azt kell érzékelniük, hogy ki foglalta először a pozícióját. A támadó volt ott először, vagy pedig a védő volt ott először. De hát ez élőben nem ilyen egyszerű, ezt ti is láthatjátok meccsről meccsre. Attilának válaszolva, természetesen nem lehet oldalról beugrani a támadó elé, és minden mérkőzésen látunk azért támadó szabálytalanság ítéletet ilyen szituációra.
Ami még nagyon érdekes, és akkor András, neked is erre szeretnék válaszolni, labda nélkül is van támadó szabálytalanság természetesen, de a szélső védők is nagyon okosak már, és próbálnak segíteni a játékvezetőknek, hogy ő már pedig a támadó játékos őt nagyon bántotta és belement. Ezért van most az a koncepció, hogy nagyon-nagyon figyelni kell a támadó szabálytalanság provokációra, akár sárgalappal vagy két perccel büntetni a védőt, hogyha megbizonyosodunk arról, hogy ez a megtévesztés céljából történt. Ádám, és ez a bizonyos hosszú lépés, ez a másik teljes neuralgikus pont. Mi azt látjuk, hogy abban a pillanatban, hogy a szélső ütközik, beugrik, és testi kontaktus van a védővel, ott 90%-ban jön a hetes meg a kettő perc. Itt például mindnektek mit mondanak? Hogy kell ezt? Igen, tehát az elmúlt években az volt a törekvés, ugye, hogy a szélső támadókat védjék. Igen. Erre nem hozták létre, de ugye van ez a hosszú lépés. Most ugye pár éve átment a tendencia abba, hogy jó, akkor ezt a játékvezetők büntetik, akkor mit csinál az okos szélső? Ráugrik a védőre. Pontosan. Rálép a lábára, és... Igen, rálép a lábára, úgy ugrik neki, ütközik oldalról, direkt keresi a kontaktot, mert ugye úgyis minimum hetes, rossz eset, de a védőnek még két perc is. Most ezen megint fordítanak, vagy IHF-nél ez a törekvés, hogy ezt is kiírtsák. Most már a VB-n több olyan instrukciót kaptunk, hogyha hosszú a lépés, de van egy, a támadónak még egy lépése, tehát le tudja reagálni a védő mozgását, és úgy ugrik rá, hiába nem test a testtel való ütközés van, hanem mondjuk váll a vállal, ami mezőnyben nem támadó, támadót kell ítélni, vagy ha nem ítélünk támadót, akkor kidobást. Tehát semmiképp ne adjunk az ilyen támadó szélső által generált ütközésekre hetest, meg hetes plusz két percet. De nem érzitek úgy, hogy ez egyre komplikáltabb lesz, és akkor egyre nehezebb lesz ezt megítélni, mert most nem akarok itt a régi időkkel foglalkozni, de régen azért az volt, hogy védték a szélsőket azzal, hogy a karodra nem lehetett faltot, tehát aki a lövő kézre rányult, azt általában kiállították, meg hetes volt, de egyébként a szélső úgy jött szélről lőni, hogy hát azért benne volt, hogy egy kicsit leütköznek vele, és az belekalkulálta már a ráfutására, és szerintem bár nyilván a mai szélsőknek ez sokkal jobb, hogy könnyebben tudnak lőni, de az egy egyértelműbb szabály volt. És ma már ez amit mondasz pont, hogy világversenyre kicsit megváltoztatják, a fene tudja ezt lekövetni már, főleg a játékosok, meg az edzők. Mert például egy edző most mit mond egy szélső védőjátékosnak, hogy hogyan védekezzél? Ugye a hosszú lépést azt tanítják, hogy úgy kell menni, mert ha picikkel mész, akkor sose érsz oda, már az oldalsó védekezésnél. Tehát nagyon nehéz így az edzőknek, meg a játékosoknak, meg ezek szerint a játékvezetőknek is alkalmazkodni ahhoz, hogy most akkor mit kell csinálni, meg mit nem lehet csinálni. És ez nem biztos, hogy egy jó irány, meg a nézők is nehezebben értik, hogy akkor most mi történik. Hát ami segítség... Nem könnyítik a helyzetünket. Igen, ami segítség a játékosoknak, meg az edzőknek, a válogatottak megkapják ugyanazt az oktatási anyagot, amit mi. Tehát az alapján tudnak készülni a dolgokra, hogy a játékvezetők miként fognak ítélkezni. Igen, ez egy kicsit faramúci, hogy két éve még így védekezett, ez volt érte, most ugyanazt csinálja, és akkor más elérte. Tehát igen, tehát a játékosoknak egy kicsit pörgetniük kell az agyukat, meg alakítani. Egyébként azért is jó, hogy veletek beszélünk, mert nagyon ritka az a páros, aki a lábát a pályára teszi néha nem csak játékvezetőként, hanem játékosként is, tehát megérti azokat a szituációkat, amit egy olyan játékvezető, aki sose játszott, nem azt mondom, hogy feltétlenül válogatott szinten, de mondjuk jó, normális szinten, az nem tudja elképzelni, hogy milyen az a szélsőnek, vagy különösen a beállónak egy ütközés, egy védekezés. Tehát ez tényleg lehet, hogy követendő lenne, hogy a játékvezetőktől elvárjanak egy bizonyos szintű játékos pályafutást, nem? Egyetértek.
Nem tudok más mondani erre. Egyelőre ez nincsen leírva, hogy ez elvárás lenne. Így is nagyon kevés játékvezető van mostanában hazai és nemzetközi szinten is. Ez jobban megvágná még jobban a létszámot amúgy. Jó, de én úgy gondolom, a friss játékvezetőknél 90-95%-a a kézilabdából jön. Tehát nem az utcáról jön be játékvezetőknek, az játékvezetőnek, hanem a adott csapatból jönnek el 3-4-en, és akkor kipróbálják magukat játékvezetőként. Na, erről majd még szeretnék egy pár szót beszélni a vége felé veletek, de előtte még egy picit szakmázunk. Van nekem két veszőparipám, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Az egyik, hogy nem kevés a két játékvezető, annyira felgyorsult a játék, ugye 50 éve is kettő volt, amikor mondjuk 8-ad ilyen sebességgel ment, látjuk egyéb sportágokban, sőt, ugye törekvés is volt rá a közelmúltban, kísérleti jelleggel, tehát ti bekalkuláljátok, hogy előbb-utóbb nem páros, hanem hármas lesz. A másik pedig ez a tiszta játékidő, nem tiszta játékidő. Hogy erre már nagyon sokat beszélgettünk, hogy ti mit szólnátok ahhoz, hogy az utolsó 2 percben legalább minden sípszónál kötelező jelleggel megállna az óra, és akkor nem lehetne időt húzni meg ilyen. Itt elgurul a labda, stb., amin meccsek dőlhetnek el. Uha, ezzel az utolsóval engem megfogtál, ezzel a tiszta játékidővel. Lehet, hogy nagyon hosszúra sikeredne az a mérkőzés, úgyhogy én igazából ezt nem is gondoltam még így végig. Figyelj, most volt egy jelenet, de nagyon sok. Most volt valamelyik BL meccsen, 6 másodperccel a vége előtt szabaddobás egy csapatnak, vagy 8, simán végig lehetne játszani figurába. Kiperdült a kezéből a labda, szerintem lehet, nem is tudom, lehet, hogy ti meccseteken volt. Elgurult, utána kellett menni, óra megy, és abból a szabaddobásból egy időn túli szabaddobás lett. Gyakorlatilag az egész meccs eldőlhet ezen, hogy lehet egy figurát játszani, vagy egy sorfelelt kell lőni. És még számtalan ilyet látunk, 7-es, 15 másodperccel a vége előtt. Ugye a ti megítélésetekre van bízva, hogy megállítjátok az órát, vagy sem. De miért? Teljes sokkal indokoltabb lenne, kötelező óra. Hiszen a 34. percben teljesen mindegy, hogy megáll-e az óra, vagy sem. A 60-ban, amikor 15 másodperc van hátra, hatalmas jelentősége van. Hát, ha szoros a mérkőzés, de van közte 10, akkor mit nem... Oké, de X-nél vagy egy ide, egy odánál, ez a mérkőzés befolyásolja. És amíg odaballag, meg izé, meg jön, megy, addig szépen lepereg a vége. Hát jó, de én úgy gondolom, hogy egy szoros meccsen az általános, hogy a játékvezető megállítja az órát a végén. Nem általános. Egyáltalán nem általános. Jó, akkor az baj. Akkor szóval ez tényleg néha rendkívül bosszantó, hogy abszolút nem általános. És akkor van az, aki mondjuk 5 másodperccel a vége előtt fúj egy szabaddobást, és akkor 2-vel a vége előtt megállítja. Tehát most akkor miért állította meg? Tehát annyira a játékvezetőnek a kezébe adják ennek a szituációnak az elbírálását, anélkül, hogy itt erre lenne egy szabály. Tehát abszolút azon múlik, hogy most neki van kedve megállítani, vagy nincs, vagy azt akarja, hogy ne legyen gond, lefut az idő, és akkor nem kell velem... hogy is mondjam, nem lesz konfliktus, hogy most időn belül volt, időn túl volt. Tehát... Vagy mondjátok el, mi a mondás? Mikor kell megállítani? Tessék, hogy? Hát akkor... ahogy éppen érzed? Igazából a legnagyobb probléma a játékvezetése, hogy túl sok a játékvezetőn múlik. Ezek nincsenek leírva, hogy te most neked ebbe a szituációba, ilyen helyzetbe neked meg kell állítani az időt, vagy nem kell megállítani a játékidőt. Tehát abszolút, de a játékvezetőkön múlik, hogy ő most az adott pillanatban a támadó csapatnak kedvez, vagy a védekezőnek azzal, hogy megállítja, vagy nem állítja meg. Így van. Oké. Okay. Szerintem térjünk rá a három játékvezetős kérdésem, az izgalmasabb. Nem volt még szerencsénk és lehetőségünk kipróbálni, én nagyon szívesen kipróbálnám. Lehet, hogy nagyon idegennek érezném eleinte, de nagyon gyors a játék, túl sok mindenre kell figyelni, ez szinte ketten már lehetetlen, és így sem minden mérkőzésen van videóbíró. Tehát a videóbíró az szerintem egy nagyon-nagyon nagy segítség, és minden mérkőzésen kellene, hogy legyen.
Egyszerűen lehetetlenség, hogy mindent lástunk minden szögből. Igen, a BL-ben már jövőre lesz, most végre bejelentette az EHF, mert már... Réges-régen kellett volna. Réges-régen kellett volna. Ezt még hagyd mondjam el, hogy idősebb nemzetközi játékvezetők nem mindegyike van elragadtatva a három játékvezetős rendszertől. Ez talán nekünk, fiatalabb játékvezetőknek lesz majd a dolga elfogadni. Ádám? De én úgy gondolom, hogy még a két játékvezető plusz videóbíró az még egy ideig elég lehet. Tehát úgy gondolom, meg lehet nézni azt is, hogy az hogy működik, meg lehet nézni a három játékvezetőt is, de igen, tehát a Super Globe-ról amilyen jó visszajelzések jöttek a fenti szintről, olyan rosszak jöttek a játékvezetőiről. Tehát mi nem ugyanazt hallottuk, mint a Balázs például. De egyébként ugye van egy olyan aspektusa is, amit hallottam a játékvezetőktől, amiért nem nagyon lelkesednek, hogy a három játékvezetőnél az lenne, mint a kosárlabdában, hogy fölbontanak a párokat, és akkor onnantól kezdve nem tudod, hogy ki lesz az a másik kettő. És ez nem komfortos a játékvezetőknek, illetve hát csomónak elveszi a kedvét, mert azért ugye látunk például sok testvérpárt, gondolom nekik az a fontos, hogy ezt így együtt tudják csinálni, hogyha két külön világban élnek, az nem biztos, hogy jó nekik. Én nem tudom elképzelni amúgy, tehát igazat adok. Én például kényelmesen érzem magam Ádámmal a pályán, ha egy másik országbeli, vagy csak egy akár másik városbeli játékvezetővel kellene együtt fújnom, lehet, hogy kaparnám a fejemet meccs közben egy-egy szituációba, mert azért mi tudjuk egymásról, hogy mire számíthatunk a másiktól. Igen, meg nem tudom, hogy a januári hírek után, ha elküldenének két balkáni játékvezetővel, akkor nem biztos, hogy tudnám, hogy mi zajlik a mérkőzésen. Hú, de jó, hogy ez szóba azt hiszem, ezzel akartam befejezni, mielőtt a privát részre rátérünk pár percig. Csak azt akart, mert ugye ez tényleg megkerülhetetlen. Titeket környékeztek már meg? Akármilyen szinten, akár olyanok, akik mondjuk szervezetten játszanak, csapatból, vezetők. Nem fogom tovább kérdezni, tehát nem hozlak titeket kellemetlen helyzetbe. Volt-e már olyan, hogy megkörnyékeztek titeket? Nagyon nem kellemetlen a kérdés, nagyon egyszerű a válasz, nem soha. Igazából fiatal, feltörekvő játékvezetői páros vagyunk, szerintem ezt tudja mindenki. Soha senki nem is akart befolyásolni semmelyik oldalról, hogy... Soha. Nem. Ez tök jó, ezt jó hallani. Na, akkor most egy kicsit meséltek magatokról. Oli, akkor most már azért meséld el először azt, hova tűnt a gyerekkori barát, és hogy lett ebből Ádám a pár, és aztán majd akkor Ádámhoz is lenne egy kérdésem. A gyerekkori baráttal úgymond megszakították a szövetségbe a mi párosunkat, abból a célból, hogy én a Heim Attilával fújhassak együtt. Nekem a Heim Attila volt az első játékvezető társam, akivel NB1-be tudtam közreműködni. Az Attilának utána közben jött a magánélet, és Japánba költözött ki dolgozni. És az akkori jabelnök Sors Kálmán hívott föl telefonon, hogy akkor keresünk nekem egy párt, és próbáljuk már ki ezt a Bíró Ádám gyereket, hogy tudtok együtt dolgozni. Elmentünk Törökszentmiklósra, egy megyei válogatottak, vagy nem tudom, ilyen uribuli összejövetelre, és iszonyatosan rossz volt. Iszonyatosan rosszul sikerült. Tehát nagyon-nagyon rosszul sikerült, és utána elmentünk augusztusba, utána nem sokkal a telkupára, ahol meg a legnagyobb rendben volt minden, az elejétől a végéig. És azóta vagyunk együtt, ez 2015 bevezethető vissza. Én még annyit fűznék hozzá, hogy amikor a gyerekkori barátjával fújt nekem egy Pleer Hajdúnánást, akkor én csak ennyit mondtam neki a meccs végén, hogy cseréld le a párat. Jó, ez nem volt szép, mert a játékkal foglalkoztál, nem a játékvezetés. Ez meccs után volt, bocsánat. Na, Ádám, te édesapád, Bíró Imre,
egykori szenzációs kapus, ugye Attila csapattársa, kortársa, egyébként a hasonlóságot le se tagadhatnátok, tehát elképesztő. Először is üdvözöljük. Pedig szeretnéd. Ő szokott téged, egyetem mit szólt ahhoz, hogy te játékvezető lettél, kettő értékel téged, hogy a Ádám fiam, mert itt nem így kell fújni ennél. Szóval hogy zajlik ez, amikor kézisztek otthon? Gondolom azért előfordul. Vagy amikor találkoztak. Hát, hogy mit szólt hozzá, szerintem örült neki, tehát különösebb problémája nincsen vele, hogy játékvezető vagyok. Értékelni nagyon nem szokott. Tehát nem? Ő úgy van vele, szerintem, hogy ez nem az ő szakmája, meghagyja a többi hozzáértő embernek. Tehát azt megkérdezi nyilván, hogy mi volt, milyen értékelést kaptunk, stb. De szerintem Attila több kritikát fogalmaz meg ellenünk a meccsében. Na, és még azt... Egyébként ez, erre csak annyit, tehát ugye ez igaz, de azt mindig figyelembe kell venni, hogy nekünk van egy speciális helyzetünk, hogy egy csomó ismétlést látunk. Tehát ti fújtok valamit, amit vagy jó, vagy rossz, de miután látjuk sokszor az ismétlést, amiből könnyebben meg tudjuk ítélni. Na most, ha az ismétlésben nekem az jön le, hogy ez nem egy jó fújás volt, akkor nyilván azt fogom mondani, hogy hát ez szerintem másképp volt. De én azt hiszem, hogy a játékvezetőknél egy picit az probléma, hogy nincs igazán visszajelzésük, mert van a játékvezető bizottság, meg az ellenőr, meg ilyesmi, de szerintem nagyon fontos mindenkinek, a játékosoknak, edzőknek, ugyanúgy a bíróknak is, hogy a másik oldalakról is legyen visszajelzés, nyilván építő kritika, tehát nem az a fajta, ami az elvakult, hogy is mondjam, csak elfogult látásmódja a játékvezetésnek, mert nyilván azzal sokat lehet találkozni, de szerintem az építő kritika egy játékostól, egy edzőtől, vagy akár egy szakkommentátortól, az egy pozitív dolog, mert segít a játékvezetőknek abban, hogy esetleg elgondolkozzanak egy-két dolgon, hogy fú, hát lehet, hogy igaza volt, lehet, hogy a következő alkalommal erre jobban oda kell figyelni. Igen, de ne várj, az építő kritika nagyon fontos, az építő. Na, akkor végezetül rajta, hogy ha jól tudom, akkor mind a ketten aktívak vagytok ebben a pillanatban is, NB1B-ben játszatok, hogy Faramuci legyen a helyzet, ugye, Oliver, te vagy kapus, te kapus vagy, mert kapus is voltál, ugye, Ádám, te meg mezőnyben játszol. Milyen, amikor egymás ellen játszotok, ezt azért úgy meséljétek már el, és amikor mondjuk Ádám gólt lő Olinak, erre azért kíváncsi lennek. Unalmas. És nem azt, hogy Ádám gólt lő nekem, az elmúlt időben nem sokat találkoztunk a 20x40-en, nem, mert vagy ő volt lent a kispadon, és én fönt vagy fordítva, de a kezdetekkor nagyon izgalmas volt, és szívtuk egymás vérét, de igazából minden évben kétszer játszunk egymás ellen. Ha jól emlékszem, eddig összesen egyszer nyert ellenem Ádám, az összes többinél én jöttem ki győztesen vagy döntetlen. Tudtam, úgy, hogy ő nem így emlékszik. Átadom a szót Ádámnak. Nem tudom, én 2x2-vel indítottam, ha jól emlékszem. Utána igen, egy kicsit romlott a statisztikám. Most már igen, odáig süllyedt a párharcunk, hogy ősszel én nem játszottam egy percet, se tavasszal meg ő. Tehát ez most már mutatja, hogy lassan szögre kéne akasztani a cipőt, ami valószínűleg meg is történik, de igen. Az a lényeg, hogy a sípot ne akasszátok szögre még egy jó darabig. Köszönjük, hogy beszélgettetek velünk, figyelemmel követjük a pályafutásokat, reméljük, hogy sok olyan meccset közvetítünk, amelyen ti bíráskodtok, mert akkor ez azt jelenti, hogy fut tovább a szekér. Jó pihit, és akkor várjuk a következő meccset, amit látunk titeket. Sziasztok! Köszönjük szépen! Köszönjük a lehetőséget! Sziasztok!